120 évvel ezelőtt jelent meg Herzl Tivadar Ős Újország című kötete. Ez adta az apropóját a konferenciának. 1902-ben az izraeli állam megalakulása még utópia volt. Egészen 1948-ig kellett várni arra, hogy a zsidóságnak újra saját országa legyen. Izrael nagykövete kiemelte, az elmúlt 74 évben rohamosan fejlődött az ország. Örömét fejezte ki, hogy Izraelnek vannak barátai és támogatói. Én hiszek abban, hogy diplomatának lenni jó. Emberekkel, kormányfőkkel, politikusokkal lehet találkozni, de végül a diplomácia hivatalos oldala csak egy aspektus, ami ennél fontosabb az az, hogy összehozzuk az embereket. Az ilyen típusú megmozdulások és konferenciák vagy aláírt megállapodások lehetőséget adnak arra, hogy az emberek megismerjék egymást. A konferencia jelmondata Herzl könyvéből származik, ha akarjátok, nem mese. A nagykövet hozzátette, csak nem 80 évvel a holokauszt után nagyon fontos, hogy hidak épüljenek a zsidók és más nemzetek között. A konferencia szervezésében részt vett a Keszthelyi Hídgyülekezete, akik évtizedekkel ezelőtt a zászlójukra tűzték a zsidóság ügyét. A zsidó-keresztény kultúrkör vagy kinyilatkoztatás miatt maga a zsidóságnak a története, kiválasztása, elhívása, ez nagyon fontos, hogy megismerjék az emberek. Magát az Ószövetség igazságok mai napig rendkívül fontos szellemi és morális értékeket közvetítenek az emberiség, egyetemes emberiség számára. Keszthely egyik szimbóluma a sétáló utcára jellemző kisiparos élet. Ennek a kialakításából a zsidók is kivették a részüket. De városunk szülötte Schwarz Dávid, a merev szerkezetű kormányozható léghajó feltalálója, vagy a zeneszerző Goldmark Károly is. Vozár Péterné Keszthely alpolgármestere elmondta, a Balatonparti város is sokat köszönhet zsidó lakosságának. Szarka Lajos, a konferencia szervezője, a két állam baráti kapcsolatát hangsúlyozta. Ezzel a startup nemzettel, amelyel olyan sok vallási, kulturális, történelmi szál fűz össze bennünket, jó a barátságot megerősíteni, jó a gazdasági, kulturális, egyéb együttműködést fokozni, és hála Istennek a mai kormány, a mai politikai vezetés és Izrael állama között nagyon jó kapcsolat van, mint ahogy a keszthelyi hévízi vezetőktől hallhattuk, a régió vezetői, a mi szűkebb régiónk, pátriánk vezetői is elkötelezettek Izrael iránt. A tanácskozáson a Comet Band zenélt a résztvevőknek. A konferencián hazai és izraeli szakértők beszéltek a cionista álom megvalósulásáról és Izrael jövőbeni lehetőségeiről.